Szervusztok, köszöntök mindenkit, én Márk vagyok, mellettem pedig Bercit láthatjátok, és ma egy fullos felszereltségű hibrid Kia Sorentót hoztuk el nektek. Ha még nem tettétek volna, akkor iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, kövessetek minket a Facebookon, és lájkoljatok minket Instagramon is. Tartsatok velünk! Kia Sorento negyedik generációjában ülünk, és én már az elsőt is szerettem, édesapámnak pár évig volt egy, és sokszor találkoztam vele, viszont most ez a negyedik, ez valami fantasztikus. Csak szuperlatívuszokban tudok beszélni erről az autóról, és nagyon kerestem, még ha akartam sem találtam benne hibát, mint autó. Egyszerűen finom, kényelmes, kellemes, az a rugózás olyan puha, még ezeken a széttöretezett magyar utakon is olyan kell, és ez a hibrid rendszer, ahogy így lengeti az embert, egyszerűen ez az autó, ez nem is az autózás, ez az utazás szépségéről szól. És ha már itt a futómű szóba jött, ugye azt tudjuk, hogy az első generációs Sorento az lényegében egy terepjáró volt. Igen, és az az érdekes, hogy az elsőnél még odafigyeltek arra, hogy tényleg terepjáró legyen, és ott két merev híd van még ugye egy-egy elő hátul. Ennél az autónál már a mérnökök azzal számoltak, hogy esetleg sóderes útra, földútra fölhajtunk vele, komoly terepkörülmények közé már nem kerül. Így kaptunk előre egy hagyományos McPherson futóművet, hátra pedig egy multilink, többlengőkaros futóművet, amivel aszfaltúton sokkal kellemesebb élményt nyújt, és sokkal stabilabb marad az autó. Ennek ellenére viszont a hagyományokkal nem szakított teljesen a Kia, még mindig kérhető az összkerékhajtás az új Sorentohoz. Emellett a középkonzolon, a módállító gombnál van egy terrain mód, amin belül választhatunk havasút, sáros környezet vagy homokos környezet módok között, aminél máshogy fogja hangolni az összkerékhajtást és nyilván a mindenféle segédelektronikákat. És azt érdemes tudni erről a tesztautóról, hogy 600 000 forintos Ferrariért ugye ez már összkerekes. Így van. És nem az történt, mint például a Toyotánál ugye lenni szokott, hogy ha összkerekes RAV4-et szeretnék mondjuk, akkor hátra becsűrnek egy villanymotort, hanem itt ugye a villanymotor és a benzinmotor is elől található, és egy kardántengely köti össze ezt a hátsó hajtással, úgyhogy mondhatni, hogy egy tisztességes, rendes összkerékhajtás van benne. És automata váltók terén mit kell tudni az új Sorentóról? Ugye az új Sorentót háromféleképpen vásárolhatjuk meg. Az egyik egy dízel, ahhoz kapunk 8 fokozatú automata váltót, viszont két hibrid másik kivitel, egy öntöltő hibrid és egy plug-in hibrid, ugye, amit tölthetünk hálózatról is. Ezeket már csak 6 sebességes automata váltóval kapjuk, ami a Kia szerint optimalizálva lett ezekhez a hibrid hajtásokhoz. A dízelhez nincs manuális se? A dízelhez már nincs, csak a 8 fokozatú automata váltót kapjuk meg. Tehát akkor csak automatával tudjuk megvenni ezt az új Sorentót. És az is érdekes, hogy ebben a generációban már nem fogjuk tudni megvenni ezt az autót csak kizárólag benzinmotorral, legalábbis igen, európai piacon. Tehát a legtisztább változat a három Sorento közül a plug-in hibrid. Papíron, a papíron, igen. Így van. Ennek a kibocsátása 37 g per kilométer. Amiben ülünk, ez az öntöltő hibrid, ez már 118 g per kilométerrel szennyezi a környezetet, és a legcsúnyább, legkoszosabb a dízel 143 g-mal kilométerenként pusztítja a környezetet. Egyik se egy kimagasló érték. De ez sokat mutat, hogy a hibrid mit tud. Ennek a hibrid rendszernek az összteljesítménye az 230 lóerő és 350 Nm. Ez úgy tevődik össze, hogy van egy 1.6-os kiválta a TGDI-nek nevezett 4-hengeres benzinmotorunk, turbóval megfújva 180 lóerőt és 265 Nm nyomatékot tud, és csatoltak mellé egy 44 kW-os, azaz 60 lóerős villanymotort, ami hasonlóan 264 Nm nyomatékot tud. Nyilván ezt nem úgy adogatjuk össze, mint a matek könyvben a számokat, itt egy picikét más a logika, mégis ez a 230 lóerő és 350 Nm-es rendszer összteljesítmény azért ügyesen mozgatja ezt a közel 2 tonnás autót. Az, hogy milyen motort vagy milyen kivitelt választanék, nekem a felhasználási módtól függene egyébként. Tehát autópályára simán lehet, hogy a dízelt választanám,
hosszú távra utazásra, viszont itt ülünk, egy, ahogy elmondtam, majdnem 2 tonnás autóba, és most, hogy így játszunk vele, meg forgatunk, így elszállt a fogyasztás 6,7 liter. Hoppá! Azért egy benzinmotoros, nyilván most olyan értelemben egy hibrid autóban, 10 évvel ezelőtt egy ilyen autó benzinmotorra nem állt meg 15 liter alatt. Igen, és ugye az a csodálatos benne, hogy az átlagos felhasználó ebből mit sem vesz észre, mert tényleg észrevétlenül működik ez a hibrid rendszer. Nyilván a nulláról történő elindulásnál tud sokat spórolni, mert hiszen olyankor szinte csak az elektromotort használja. És amikor kérünk vele nagy tempóra, akkor jönnek ki ugye a belső égésű motoroknak az előnyei is, amikor egy fix tempót kell tartani, akkor ahhoz fordul. De egyébként, hogyha egészen jól fel van töltve az 1,49 kWh-s akucsomagunk, ami egyébként egy egészen apró kis akucsomag, akkor van, hogy ez is ilyen 130 km/h-ig tud elektromosan menni, vagy arról nem tudunk? Az a baj, hogy ezt az autó dönti el magának, és egyébként piszkosul jól csinálja, tehát nagyon jól váltogatja magának az üzemmódokat. És most azért ment fel ez a fogyasztás, ugye ez a kis helyszínen játszunk, meg hideg van. Ez nagyon érdekes, és egyébként több hibrid autót is sújt ez a dolog. Tehát ugye az akkumulátor hidegben egy kicsit alacsonyabb kapacitású, persze ez már változik a generációkkal, évekkel, de még mindig. A másik viszont, hogy a beltérben a meleget, az mégiscsak a benzinmotor tudja megtermelni, és ezért valamelyik nap, hogy kellemes 8 fok volt, sütött a nap, száraz út, nem volt semmi gond, 5,8 literes fogyasztással mentem át Budapest belvárosán, ahol azért van lámpa, van cammogás, van elindulás. 5,8 liter. Hát egy ekkora dömpertől az nagyon jó érték. Ez szerintem egy nagyon jó érték. Ugye említettük, hogy ez egy kriptonit, jól ejtem? Ez a kriptonit felszereltség, ez a 4 felszereltségi szint közül a legmagasabb, bár még ez sem fullos, ugye innentől is lehet tovább extrázni. Ebben az autóban, amiben ülünk, ez a legmagasabb felszereltség 16,5 millió forintról indul, de még van benne 600 ezer forintért egy összkerékhajtás, illetve ez a nappaledőr nevezetű bőrbeltér, ami további 500 000 forint. Tehát még 1,1 millió forinttal meg van küldve ez a 16,5. Viszont a legalapabb felszereltség, ha jól emlékszem, a Gold, az jóval alacsonyabbról indul, az 14 millió forintnál kezdődik, és ez csak az az Eco Hybrid. Tehát a plug-in nyilván egy picit drágább, a dízel viszont a legolcsóbb a három közül. Uh-huh. Az elektromos rendszernek sajnos még mindig ára van. Egészen jó minőségű képe van egyébként a tolatókamerának is. Ugye itt a középkonzolon egy 10,25 szoros kijelző van, a kormány mögött egy 12,3-as. És hát alapvetően szerintem tök jó a design, jól passzolnak ezek a szögletes légbeömlők a külsejéhez is az autónak. Ugye ezek a rácsozások itt is, ezek is képesek világítani nyilván olyan színben, amiben mi akarjuk. Az a baj viszont szerintem ezt a zongoralakot egy kicsit megint túlozták. Ez a zongoralak, ez egy olyan dolog, én gyűlölöm. Tehát én nagyon tudok harcolni a zongoralakkal szemben, viszont mégis azért csinálja a gyártó, mert a piacnak valószínűleg igénye van rá. Én ezért nem tudok haragudni a Kiára, ők is csak igényt elégítenek ki. A beltérrel kapcsolatban nekem az a benyomásom, hogy a korai autók sokszor küzdöttek azzal, hogy jól néztek ki, jó volt a dizájn, jó volt a technika, de olcsó anyagokat használtak, olcsó, kopogós, rossz tapintású műanyagokat. Most ezzel ebben az autóban egy korszak lezárult szerintem. Kiforrott. Nagyon, és ebben a beltérben én legalább olyan jól tudom magam érezni, mint egy bármelyik német prémiumében. El kell mondani, hogy ebben az autóban pokoli nagy hely van. Tehát én elől, ha nyújtott lábbal nem érem el a tűzfalat, annyira hátratolom magam, még a mögöttem ülőnek is bőven marad lábtere, arról nem beszélve, hogy a hátsó üléssor tologatható előre-hátra. Így még több csomagteret nyerünk, ha akarunk, vagy ha nagyon nagy emberek ülnek hátul, akkor még több lábteret. És pont ezért a csomagtartó az bő 700 liter, de ha előre toljuk a hátsó üléseket, 900 liter csomagteret kapunk, úgyhogy még mindig fönn vannak csukva. Tehát, hogyha lezárjuk a hátsó, vagy lecsukjuk a hátsó üléseket, több mint 2000 liter csomagterünk van. Tehát ez valami félelmetesen sok. És ráadásul ott hátul is tudjuk a harmadik sorban olyankor a fűtést szabályozni, van ott is USB-nk, úgyhogy a vezető oldali ülés hátulján is van USB, itt is van USB, tele van USB. Rengeteg USB van az, amely itt elől van 2 töltő USB és egy csatlakozó USB. És ami egy különleges feature, ugye ezek a természet hangjai.
animációk. Elképesztő, ezt nem tudom, ki találta ki, hogy fogyasztotta előtte valamit, vagy ez egy spontán délutáni pihenésben történt ez az ötlet, de az autóba elérhetőek a különböző hangulati hangok. Gondolok itt ilyenekre, hogy van erdőélet, ebben csicseregnek a madarak, halljuk, ahogy egy picikét a lombok, hát fújja a szél. Van tovább is tengerhullámzás, sőt ezután közvetlen jön az esős nap. Ezeknél na, szeretném megjegyezni, hogyha igen, ezt hallgatja valaki az autóba, garantáltan állandóan pisilnie kell majd. Van utcai kávézó. Van. Meg egyébként figyelj, most így korona ideje alatt csak beülünk az új Sorrentóba, és nem kell menjünk utcai kávézókba, hanem... És legalább olyan, sőt, még olyan kényelemben ülünk. Jó, hát a társaság élmény persze elmarad. A meleg tűzhely további fantasztikus, ott halljuk a tűzropogást, illetve ez a hóval takart fal, amit tegnap először meghallottunk, én felröhögtem hangosan. Nagyon jó pofa! Amit én nagyon-nagyon szeretek az autóba, és ez nekem egy fétisem autókkal kapcsolatban, az az óriási üvegtető. Hatalmas üvegtető, teljesen elektromos az egész. Lezárható egy szövettel, ráadásul ez rendes, kemény, nem látszik át, nem süt rajta át a nap. Egyébként fölötte teljes üveg, viszont hogyha nem ilyen csodálatos lenne az időjárás, akkor az üveget is ki tudjuk tolni egészen a hátsó üléssor felé, és egy hatalmas tetőablakunk van. Remek ez az autó, én nagyon-nagyon szeretem, és bármikor elfogadnám. Köszönjük, hogy velünk tartottatok ebben a tesztben, kövessetek minket továbbra is YouTube-on, lájkoljatok minket Facebookon, és kövessetek Instagramon is bennünket. Jövünk még hamarosan további tesztekkel, sziasztok! Sziasztok!